Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket TV-ben, mélyvízi műsorban Kovács Zoli barátommal, az Élet és Irodalom főszerkesztőjével. Szia Zoli, örülök, hogy újra itt vagy velünk. Jó napot, szia! Sose szoktam összeírni egyébként a veled való beszélgetés az a téma, de annyi minden van, hogy ilyen kicsi itinert ide tettem, aztán úgyis elágazunk teljesen másfelé. Ja. De kezdjük el onnan, hogy ha mást nem, akkor Pesti Lászlónak egy fogalmat mindenképpen köszönhetünk, ez a lölőizmus. Igen. De ebből csak az, és ha már a lölőizmusról beszélünk, illetve Pesti Lászlót említettem, itt előzetesen még a kamerákon kívül szóba került Gulyás Márton, ott G. Fodor Gábor is megfordult interjú alanyként, és azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ahova ő néz, a vonal, az a vonal fölött van, és Pesti László a vonal alatt van. Egy pillanatig is hihetünk-e abban, hogy valami repedés keletkezett a Fideszben, mert hiszen számos olyan eset van mostanság is, amely erre utalna, de aztán megyünk tovább, és a karaván halad. Az, hogy a repedés keletkezzen, ahhoz kell a Fidesz, meg egy fajsúlyos ember. Nem tudom, mennyire fajsúlyos, őszintén szólva Pesti László. Tehát, hogyha Pesti László és a Fidesz között reped valami, azt én nem tartom egy komoly repedésnek, hogy Pesti László mellett kik vannak még esetleg, akik szeretnék a Fidesznek a repedését, az valószínű vannak jó néhányan, de önmagában ezt én nem érzem azt, hogy ettől repednek. Csintal Asszonyi hívta fel a saját beszélgetésemre Pesti Lászlóval, ugye itt ült, ahol te most, a figyelmet, hogy azt mondta, már Pesti, hogy ő ennek az ügynek a hegye, amire azt mondja Asszonyi, hogy ebből egyértelműen kiderül, hogy valaki mozgatja őt. Sőt, még azt is hallottam már más forrásból, hogy az bizony a Kövér László. Hát ezek ilyen fantazmagóriák, szerintem nem? Ezt nem lehet bizonyítani. Nem, igazából nem, semmi. Lehet, hogy azért jó, hogy még dumálhatunk itt. Lehet, hogy a Sanyi ezt mondta, és ezt ő a Kövért nem mondta, azt mástól hallott. Ja, én nem tudom, hogy irányítják-e. Nem, én nem tudom, hogy miért mondja ezt. Először is azt nem tudom, hogy aki ott volt a Fidesznek az oldalán, meg a közelében, az neki mi újdonság van abban, ami most történik a lülőzéssel kapcsolatban. Én lülő 8 éve is volt már, vagy 9, vagy 7, amikor elindult ezen a sikeres pályán, hogy mit nem vett észre eddig Pesti László. Tehát most mit látott meg, amit eddig nem látott? Én ezt sem tudom pontosan. Most, hogyha azt nézzük, hogy eddig is látta, de nem mondta, de most viszont mondja a Sanyi, a Csintalan, hogy valaki mozgatja őt, hogy kezdjen beszélni, azt én legnagyobb tisztelettem a Sanyi, de nem tudom, úgy nem látom át ezt, nem látom be ezt a dolgot. Azon kívül azért tegyük hozzá, Pesti László eddig semmit nem mondott az ég adta világon, csak az, hogy ezek az emberek, akik ott Orbán Viktor mellett ülnek, nem tudnak késsel villával enni. Ebben igazából nem tudom, hogy tudnak, nem tudnak, mert soha nem ültem az asztaluknál, de ez önmagában még nem sok. Ő azt mondta, hogy előkerülnek egy hónap múlva, vagy először azt mondta, hogy majd ősszel, papírok vagy adalékok ehhez az egészhez. Ezekben én általában nem hiszek, mert én annyi minden ember volt már, aki papírokkal hadakozott. Én mondhatnám azt is, hogy Gyurcsány Ferenc is mondta, hogy egyszer majd előhoz papírt, aztán attól megrendül az egész Fidesz meg a világegyetem, de az a baj, hogy 2-3-4 hónap múlva meg azt mondta, hogy hát vannak ilyen papírok, de olyan drágán adják, hogy nem tudja megvenni, szóval én ezekben a papírokban nem hiszek, és a másik meg az a baj, hogy nem hiszem, hogy szóval nem tudom, mit tudna előhozni Pesti László. Hát ugye Hatházi Ákos elég sok mindent hozott elő, és az se recsentette meg a Fideszt, egyetlen konkrét ügy sem. Tehát, hogy a kérdés az, hogyha történetesen mégis elő tud hozni, az lesz az igaz, amit ugyancsak G. Fodor mondott, hogy ezekből a dolgokból politikailag nem következik semmi.
és voltak éppen, ezt már én teszem hozzá, kommunikációval, vagy agyonhallgatással, vagy karaktergyilkossággal az egészet eliminálják, vagy lehet, el tudsz-e képzelni olyan helyzetet, hogy ez a lölőizmus olyan mértékben kezd a közösségi diskurzus részévé válni, ami aztán egyébként következményekkel járhat a Fideszre vagy a kormányra. Hát először is attól függ, hogyha tényleg előhoz valami papírt a Pesti László, vagy bármi, tehát nem csak papírokról lehet szó, adatokról, tényekről, akkor azok milyen tartalmúak lesznek. Hát hogyha olyanok, lehet tudok képzelni olyat, ami megrengeti a Fideszbe vetett hitet, de azt nem tudom elképzelni, hogy olyan dolgokat elő tud hozni Pesti László, de hát várjuk ki a végét. Lehet, hogy azért ezek érdekes információk lesznek. A G. Fodor Gábor valószínűleg arra gondolt, hogy olyan erős a Fidesz, hogy itt bármit hoznak elő, az nem fogja megrengetni ezt a kormányzást. Nem, nyilván nem tudja ő se, hogy mit hoz elő Pesti László, de én is úgy látom, hogy valami nagyon egetrengető dolog kellene ahhoz. Hát látjuk, hogy mi folyik itt. Ez egy kártékony, korrupt kormány, amelyik most pillanatnyilag, vagy már 10 éve van, vagy 13 éve van Magyarországon. Mindent elkövet, ami szerintem Magyarország ellenében hat, ezt az egész külpolitika, azt se lehet tudni, hogy most mit akarnak az Unióval, az oroszokkal. Nyugat felé a kereskedelme, úgy hallom, úgy látom, úgy olvasom, hogy romlik a lehetőség. Ezt ők úgy értelmezik, hogy persze, de hát mi amúgy is kelet felé hajtunk, Kína felé, meg oroszok felé, meg már kereskedelmileg. De én fontosan elég, ami történik. Most az emberek persze mindig vért akarnak látni. Most a véren nem azt értem, hogy folyjon is, hanem az, hogy valami nagy híriget, amikor valami előjön. Hát következményeket. Következményeket, de hát most nem akarnék az észről beszélni, de hát kétszer volt olyan ügyünk, amelyikbe bele kellett volna bukni. Az egyik az, hogy Orbán Viktor pártja az apjának vette egy bányát, ami aztán egy egész birodalommá nőtte ki magát. A másik, ez a bizonyos szőlőügyek, ebbe is belebukott volna, de a Sára Zsadány Tokaj hegyalja, amikor ugye az állami támogatásról beszélt Orbán Viktor, akkor, mikor éppen miniszterelnök volt. Szóval ezekbe magukba bele kellett volna bukni, nem buktak bele. Most én nagyon kíváncsian várom, hogy mit hoz, milyen minőségű. Ugye te hoztad szóba ezt a nemzetközi kapcsolatokat, ugye egyre inkább, most ugye én nap mint nap elolvasom a Magyar Nemzetet, és ott azt látom, hogy egészen elképesztő támadássorozat van Németország és a német politika szemben. Hát és ami az Egyesült Államokkal kapcsolatban történik, az meg szinte megmagyarázhatatlan. Tehát ugye most, amikor beszélgetünk ezen a napon, Szijjártó kvázi megfenyegette az Egyesült Államokat, amiről a vicc jutott eszembe, tudod, az elefánt és az egér, hogy igen. dübörgünk, hogy soha többet nem merjenek nekünk bármit mondani demokráciával kapcsolatban, mert mi voltunk azok, akik átéltük a totalitárius hatalmat, nem az USA, ami ajándékba kapta a demokráciát. Tegyük hozzá, szerintem tök értelmetlen mondat, mert mi az, hogy ajándékba kapja valaki a demokráciát. Szóval, hogy ez hova vezet? Hát azt sem tudom pont. Az, hogy tartalmilag ezek hülyeségek szó szerint, tehát az, hogy Amerikában nincs demokrácia, mert épp eljárást folytatnak a republikánus párt egyik jelöltje ellen, aki egyébként korábban az Egyesült Államok elnöke volt, az inkább az bizonyítja, hogy van demokrácia, mert működik a demokrácia. Az más kérdés, hogy nekik nem tetszik az, hogy a Trump ellen most
eljárások folynak. Az, hogy Amerika a demokráciát ajándékba kapta, az meg egy tényleg, úgy, ahogy mondod, ez értelmezhetetlen, mondom, mi az, hogy ajándékba kap? Kitől? Saját maguktól megteremtettek egy országot, és abban az országban demokrácia. Igen, na most ez meg a másik, hogy az egész jogbiztonság egészen máshogy néz ki. Az, hogy ami azonban nagyon föltűnő, hogy most már olyan útszéli hangot használnak, olyan, mint így útonállók beszélnek, ilyen kocsmai útonállók, mint ahogy Szijjártó Péter, hát így komoly politikus, komoly diplomata nem beszél így, nem csak róluk, nem csak az Egyesült Államokra, hanem mindenkiről, aki szembe jött. Nem tudom, hogy minek minősítette Pressman-t egyébként. Nem tudom, de tudod, ezeket a... szélsőséges minősítése. Ne, igen, emlékszem arra, de most pontosabban nem emlékszem rá, de azt tudom, hogy annyi mindent mondott már mindenkire, aki politikai ellenfélnek számít, hogy megjegyezni is nehéz. De én tényleg, az ember elszégyeli magát, amikor azt hallja, hogy a magyar külügyminiszter olyan hangot használ, amilyen hangot egyébként hát nem szokás, nem is lehet. És nem egy diplomácia. Igen. Nem tudom, amit pedig mond, hogy soha többet ne mondjanak semmit nekünk a demokráciáról. Hát ez meg így jól hangzik, csak semmi értelme. Miért ne mondjanak? Hát miért ne mondhatnának, amikor az Egyesült Államok a történelme során európai viszonylatban, világviszonylatban, persze, minden országnak vannak bűnei, nem vitás, de akkor, ha csak a második világháborút, vagy az első világháborút, azt nézzük, akkor arról van szó, hogy nekem az a véleményem, hogy senki nem tett annyit, mint az Egyesült Államok például a legújabb kori történelemben a demokráciáért, a fasizmus ellen. Úgyhogy ez nagyon... De ugye Szijjártó mondja azt is, hogy magunkra hagytak, 56-ban is magunkra hagytak. Nem tudom, hogy ezek a... Kérdezze meg orosz barátait, hogy mi volt itt a szerepe az Egyesült Államoknak, ugyanis orosz barátai azt mondják, hogy azért kellett bevonulni ide Magyarországra, mert ott a fasiszta egykori hadsereg vezetők csináltak ellenforradalmat, és azt kellett az oroszoknak leverni ők. Na most azt, amit ezzel kapcsolatban ő mond, hogy magunkra hagytak, mindenki tudja, hogy milyen politikai helyzet volt akkor, 45-11 évvel a világháború befejezése után, egy nagyon hideg háborús helyzetben, biztos, persze, mi azt szerettük volna, hogyha bevonulnak, és rendet tesznek, csak hogy ezt reálpolitikusként alig ha lehetett elvárni, magunkra hagytak. De hogyha ugyanaz a gondolat, miért nem érvényesül Ukrajnánál? Mert hogy itt ugye a békét úgy képzelik el, hogy a területeiket adják át. Akkor, hát nem hiszem, hogy ez azért nem... igen, lehet párhuzamot vonni éppen Ukrajnának. Nincs a gondolatra. Igen, magunkra hagytak. Itt meg miért nem adják magukra az ukránokat? De nem tudom, ezek alapjában véve ezek végig nem gondolt gondolatok. Az, hogy a magyar forradalmat 56-ban magukra hagyták az amerikaiak, meg a nyugati világ, ez bizonyos szempontból igaz. Más szempontból... Igen, mondják, hogy a szuezi válság... A szuezi válság kétségtelen, ugye hát a... A fókuszt elvittem, vagy a forradalomról. Igen. Ez biztos, hogy így van. Most én azt azért érzem ezt a orosz helyzetet másnak, mert nem a modell, mert a modell ugyanaz, ugye megtámadtak egy országot, meg kellett volna védeniük, 56-ban is most meg megvédik, akkor nem védték meg ezt az országot, most miért védik meg Ukrajnát. Szerintem ma 40-valahány, nem tudom hány évvel, vagy 60 évvel a világháború után más helyzet van, de nem hiszem, hogy ennek a műsornak a keretei ezt megengednék. De már ilyen történelemben járkálunk azért. Hova teszed most ezt a lázári
tulajdonképpen Horthy. Azt mondanám, hogy újraértelmezés, de nem teljesen igaz lenne, ha ezt mondanám, mert Orbán Viktor is mondta korábban évekkel ezelőtt, hogy Horthy Miklós egy nagy formátumú kormányzó volt. Hát én azt hittem, hogy ezt a magyar kormány úgy egy kicsit levette a napirendjéről. Tehát kormány szinten Horthy ügyben utóbb nem nagyon volt megnyilatkozás, ezért is volt érdekes vagy váratlan, amit Lázár János mondott, aki egyébként ideológiai és történelmi kérdésekkel általában nem szokott foglalkozni. Utoljára én akkor láttam, amikor valami nagy bejelentést tett, amikor a, nem tudom, melyik Strassénál Bécsben is mondta, hogy hát szörnyű állapotok vannak Ausztriában. Az is pont akkora hülyeség volt. Ez, amit most mond, ez furcsa, mert most miért fontos ez? Mert ugye nagyon sokan összefüggésbe hozzák azzal, hogy Magyarországnak területi revíziós követelései vannak. Én nem tudom ezt, hogy Orbán Viktor elmerészkedik a gondolkodásában idáig, mert ennek szerintem semmilyen realitása nincsen, de hát láttuk már azt, hogy valaminek nincs realitása, aztán mégis megpróbálkoztak vele. Többnyire aztán ennek súlyos ára lett a terület és országgyarapításnak is annak idején. Ezre azért gondoltam, hogy hirtelen, hogy Lázár János előhozta Horthy Miklóst, mert nem tudok másra gondolni, mint hogy megfordult valakinek a fejébe egyáltalán bármi, hogy a Horthy féle nemzetgyarapítás. Érdekes az, hogy Jel Simon reagált erre, és ugye azt mondta, hogy elragadta a hív. Aha. Lázár János. De ezeket mindig elragadja a hív. Szóval elragadja a hív Szijjártó Pétert, elragadja a hív most Lázár János, Kövér Lászlót. A politikus ne ragadja el a hív, valamennyire elragadhatja, de őket annyira ragadja el a hív, hogy abból mindig nemzetközi botrány lesz. Ebből is azért lett, ebből a Horthy féle ügyből. Hát ugye itt ez összekapcsolódik Szijjártó ügye, mert Pressman ez ügyben is megszólalt, és, igen. És elfogadhatatlannak tartotta, hogy egy olyan kormányzat, akinek a zsidó törvények, igen, és a deportálások... De Péter, milyen hív ragadja el ezek? Szóval például Lázár János ott áll, átad valami vasút, igen, vasutat adott át, vagy mi a bánatot. Na most ott milyen... Kenderesen, ahol Horthy, igen, én ezt elhiszem, nem tudom, a hely szelleme megütötte a Lázár Jánost. De mitől ragadt el a hív? Hogy Kenderesen volt? Kenderesen sok ember van, és mégse csapja meg őket a hív. De az, hogy amit tényleg Elsimon, ugye ezt nem tudom, talán meg akarta őt védeni, de hát így ne védje meg, mert ez hülyeség. Elragadta a hív, és ezért belekezdett egy Horthy. Ugye visszahoznám egy pillanatra Kövér Lászlót, és most nem a legyen a legfrissebb nyilatkozatát, amit akár a svéd és finn NATO csatlakozásról mondott, nem tudom, hogy azt olvastad, de... Melyikről? Ez most ez a legfrissebb, amire azt mondta egyébként, hogy a maguknak egyrészt, hogy nem szabadna, mert a háborús kockázatot növeli, hogy NATO tagok lesznek, és magának, Svédországnak is, Finnországnak is a helyzetét rontja. Igen. Ez volt az ő véleménye, amire egyébként azt nyilatkozta Szijjártó, hogy hát ez egy korábbi vita eredménye, de ma már ők maguk is azt javasolják, hogy ratifikálják a parlament. De azt akartam mondani, hogy megint odavágott egyet, hogy a parlamentben is szokott Kövér az ellenzéknek. Azt mondta, hogy még a bicikliét sem bízná rá az ellenzékre. Sőt, hogyha egy elektronos rollerről beszélünk, akkor azt meg bevinni a zuhany alá. Igazából nem az az érdekes, hogy mit mond Kövér, mert ilyeneket olyanok, hanem hogy azért az szomorú, hogy lehet ilyen becsmérően beszélni az ellenzékről. De az egész kormány becsmérlően beszél. Tehát Kövértől Szijjártó keresztül Orbán Viktorig meglepő
ez igazából nem kemény hang, ez egyszerűen kulturálatlan, nagyon tahó hang. Így nem lehet beszélni. Mi az a bicikli? Hát ezt elmondhatja egy kocsmába egyébként. Amely pedig ebbe a svéd NATO csatlakozásban, vagy azzal kapcsolatban folyik, ez meg a világ legnagyobb sunyiskodása, hogy ők már megtették, amit kell, és a parlamenten van a döntés. Mindenki tudja, hogy ebben az országban a parlament azt szavazza meg, amit a kormány akar. Hogyha a kormány azt akarja, hogy a NATO csatlakozás... A kormány egyelő Orbán. Na most ezt még lehet persze finomítani, és ez nyilvánvaló. Tehát, hogyha azt mondja a kormány, hogy ők javasolják, akkor a parlamentnek 3 napon belül ratifikálhatja. Tehát ezt most a kormány így áttolja a parlamentre. A parlamentnek persze nem tud csinálni semmit, mert nem kapta még meg a zöld jelzést. Ezért mondom, hogy ez egy nagyon sunyi dolog, de hát az egész kormányzás alapjába véve nem tiszta, nem korrekt, nagy hazudozások folynak a világban mindenhol. Hát önmagában ez az oroszsal kapcsolatos politika, Oroszországgal, a háborúval kapcsolatos politika is. Zoli, én mindig egy kis optimizmus is szoktam belőled nyerni, igen, ami a jövőt illeti, hogy Békesi Lászlótól is, aki riportalanyunk volt, ezt a kérdést mondtam, de hát azt mondta, hogy ez már nem az ő területe, hogy ez a kommunikáció, ez amit művelnek, ez mikor fog kiukadni? Hát, hogyha az ember tényleg a szavak köznapi jelentését nézi, és valahogy azt, hogy hogyan beszélnek a világban, akkor ez már ki kellett volna, hogy lyukadjon. Én elhűlve hallom ezeket, amit most Szijjártó mondott, vagy Kövér László is mondott. És, vagy Lázár. Vagy Lázár. A Lázár legalább nem csak egyszerűen valamit mondott a Horthy Miklósról, ami hát szerintem nem is igaz, mert Horthy Miklós a magyar történelemnek bizonyos szempontból szörnyű figurája volt, bizonyos szempontból talán nem, mert a gazdasági élet a Bethlen konszolidáció alatt valamennyire rendeződött, de amit politikailag a német szövetséggel, olaszat csinált, az szörnyű volt. Hogy mikor lyukadt ki? Hát szerintem ez minden, hogy mondjam, csak minden, még a politikára figyelő ember számára ez már kiukadt. Ez látszik, azért mindenkinek föltűnik, hogy beszélnek ezek. Ennek majd lesz egy kritikus pontja, odáig mi nem jutottunk el, amikor... De hányszor írtük, hogy már eljutottunk odáig? Hát ez jó kérdés. Na úgyhogy most pillanatnyilag, mint optimizmus, ennyit tudok mondani, hogy valamikor biztos. Zolikám, szedd össze magad legközelebb. Mondok valami optimistát. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.